Hello, sziasztok! Elérkeztünk egy újabb videóhoz. A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogy legyen ebből egy ilyen. Nos, igazából nem nehéz az egész. Kövessetek! Szóval, srácok, az első dolog, amire szükségetek lesz, az ez az alkalmazás, aminek itt is van a neve, én ilyen tudom kiemlít, kimondani, úgyhogy annyival elégedjetek meg, hogy kinmaster. Szóval, ebben az alkalmazásban azt kell csinálnotok, hogy rányomtok erre a nagy gombra, utána kiválasztjátok a, felel, a, a pontos méretet, amit, amit, szeretnétek, hogy, hogy legyen az a méret, és rányomtok a médiára, azon belül legyen a Background. A backgroundon belül rányomtok egy tetszőleges színre, ugyanis úgy is mindegy, hogy milyen a szín lesz, mivel át kell változtatnunk zöldre. Nos, nekem ugye a zöld az benne volt a recently used ba vagy hú, nem tudom már, hogy kell kimondani, na mindegy. És a következő dolog, amit tennetek kell a kék háttér esetében, hogy belementek a layer és utána a média fülbe, és itt is van már a gyökér arcom, és itt láthatjátok, hogy, hogy így nagyjából ennyi. És ezt egy picit visszább húzom. Így. És így. Így, így. így, így, Pontosan. Szóval. Ennyi. És most átváltunk a videóra, ugyanis a videóból egy ilyen, nem tudom, legyen egy kb. egy, egy ennyi kelljen. Így tökéletes, és tetszőleges méretre szabjátok a zöld hátteret is. Szóval a következő dolog, amire nekünk lesz szükségünk, az a videó. A videón belül, ami kell nekünk, az a chroma key fül, és benyomjuk, hogy engedélyezze. Nos, nekem itt elég érdekesen szokta kiadni, Úgyhogy a detail körvöt is szoktam használni hozzá. Így, és még egy kicsi finom hangolás, és ahogy látjátok már, egyből kész is van nekünk ez a kis videónk, viszont a filás logómmal nem tudok mit csinálni, sajnos srácok. Úgyhogy azzal úgy meg kell elégedni, hogy, hogy akkor, ez így most, akkor ez így most ilyen lett. És nem tudom, hogy mit csináljak vele. Sajnos hibák lesznek a videó során, ugye, mint például a fila felirat, meg ugye azok az árnyékok is eléggé bénák így most. Viszont a következő dolog, ami, ami, amire szükségünk lesz, az, kérlek szépen, srácok, az az, hogy elmentjük a videót. Miután elmentettük a videót, ki kell nekünk menteni ezt a videót, és már el is kezdte kimenteni. Miután megvagyunk a mentéssel, visszalépünk egyet, meg még egyet, és szépen megfogunk egy, mondjuk legyen most egy kép, amit megfogunk, és arra fogjuk ráilleszteni, amik is zöld hátteres élünket. Ahogy látjátok, itt van a képünk, és megint csak belemegyünk a layerbe és a médiába, és itt most kiválasztjuk magunknak ezt a kis ö, videót, amit így a képet az kicsit kiebb húzom, hogy benne legyek a videóba. Igen, tökéletes. Így. Rányomok megint a videóra, a kére, és itt már automatikusan érzékeli, hogy zöld hátteret használunk. Úgyhogy rányomunk a chroma hogy engedélyezze, és kész is a kis videónk. És ezt így megfogjuk, és így kihúzzuk úgy, ahogy szeretnénk. Na hát srácok, ennyi lett volna ez a videó. Beszeretném mutatni nektek, hogy hogy működik ez így Ööö, gyakorlatban, és hogy működik ez így, így, így miután kész nekünk a videó. Szóval lessünk is rá. sziasztok! Elérkeztünk egy újabb videóhoz. A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogy legyen. Szóval srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Örülök, hogy végignéztétek. Remélem tudtam nektek segíteni és tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor mondjátok el kommentben, vagy hát igazából írjátok le kommentbe hogy mi tetszett ebben a videóban, remélem tudtam nektek segíteni. Ha szeretnétek még hasonló videókat, Ö, mondjuk ilyen kamukék, kamuzöld hátteres videókat, mármint ezt, ezt úgy értem, hogy ilyen, ilyen fake green screenes videókat, akkor írjátok meg kommentbe, ki fogok találni egyéb dolgokat, hogy mit lehet még ezzel boholckodni. Viszont srácok, én lassan megyek, találkozunk a következő videóban. Szevasztok!